A Hajdúböszörmény elleni vereséggel kezdte a szezont, a sérülésektől sújtott költségdíjese, majd Miskolcon nyert magabiztosan Hadobás István együttese. A folytatásban szoros meccsen a Debrecen 22-es gárdájától kapott ki a diákcsapat, majd két győztes mérkőzés következett. Ózdon 5 góllal, a Kazincbalszika ellen pedig egy gólgazdag mérkőzésen 3 találattal nyertek a Hadobás tanítványok. Az ősz utolsó 4 meccsén viszont már nem szereztek pontot a nyíregyháziak, akik így 3 győzelemmel és 6 vereséggel a 7. helyen töltik a téli szünetet. A sportban nincsenek véletlenek, természetesen ezúttal sem. Azt gondolom, hogy minden csapatnak van az életében ilyen időszak, és őszintén az elmúlt 28 év alatt sok mindent megértünk, de ilyen sérülés hullámot nem. Legjobbjaink estek ki, sőt, utána azok is, akik helyükre kiszemelt ifjúsági játékosok szintén kiestek sérülések miatt, úgyhogy azt gondolom, hogy erősödik ezzel is a csapat. Én magam is egy kihívásnak tekintem, úgyhogy bizakodva várom a tavaszi folytatást. Természetesen nem vagyunk elégedettek az ősszel, de mint mondtam, nincsenek véletlenek a sportban. A Kölcsey több mérkőzésen is szoros csatában maradt alul, a 100%-os teljesítménnyel listavezető Füzesabonytól is mindössze 2 góllal kapott ki a Dobás István együttese. Ha 1 góllal kikapunk, akkor megérdemeljük az 1 gólos vereséget, viszont ha 1-gel nyerünk, azt is megérdemeljük, úgyhogy nagyszerűen játszottunk azon a meccsen, sajnálom, hogy nem nyertünk, de majd tavasszal megpróbálunk pontokat gyűjteni, és biztos vagyok benne, amennyiben sérülteink is felépülnek, bár hozzátéve 2-3 ember közülük biztos, hogy nem fog tavasszal játszani. Nagyon erős a csapatom morálisan, nagyon szépen dolgoznak edzésen, viszont a mérkőzésen megremegnek a kezek, természetesen amikor hiányoznak a legjobbak, akik eddig eldöntötték a mérkőzés meg a 2 pont sorsát. Úgyhogy fel kell nőni a feladathoz azoknak, akik eddig kevesebbet játszottak, viszont nálunk nagyobb csapatok is komoly vérveszteségként kezelik, ha ilyen nagy sérülés hullám van. Úgyhogy mindezek ellenére is bízakodó vagyok. A Kölcsey január 7-e óta készül a tavaszi rajtra, amelyen február 17-én a Hajdúböszörményt fogadja majd a diákcsapat.